Egy 3 meccses vereség szériából az Európa Kupában kellett kilábolnia a KSC Szekszárdnak, mégpedig a piros szerelésben játszó Nimbulk ellen, amelyik 2 megnyert meccsel érkezett Szekszárda. Bishop volt ezúttal a meccs embere, az ausztrál ugyanúgy 24 pontot dobott, mint amerikai társa Erika McCall, de leszedett 8 lepattanót és 4 gólpaszt is adott, a mezőny legjobbjának bizonyult ezzel a szőke magas bedobó. Tehát nagyon örül, hogy nagyon hosszú hetek után végre visszatérett, és a csapat a segítségére lehetett, és ez egy nagyon fontos hazai győzelem volt, nagyon jó időben érkező hazai győzelem. Hát a mérkőzésben időszakonként meglátszott, hogy milyen jól is tudunk játszani, védekezésben és támadásban egyaránt, és ez előre mutat a jövőben, hogy ez a csapat erre képes. Persze most még nem voltunk 100%-osak, de ez tényleg biztató a jövőre nézve. 72 óra leforgás alatt már is jött a Győr elleni roppant fontos bajnoki, amelyen kiderült, hogy valójában párját ritkító kvalitású amerikai, illetve külföldi kosarasokkal rendelkeznek az zöldfehérek. Hozzájuk csatlakozott centerben a tavaly még szekszárdi Sára Szárakrinyics. A magyarok népsora is jól csengően veletes, elég ha csak Raksányi Krisztinát, Csang Tímeát, Nagy Dórát említjük meg. Csapatként, egységes jó csapatként, persze sokáig csak, és ez feltűnő volt, a Szekszárd funkcionált, ez volt a fő oka annak, hogy 20 pont is volt már a különbség a két csapat között. Ám az új fiatal szerb tréner munkája már néhány nap alatt megmutatkozott, amikor az amolyan euróligás színvonalúan kemény védekezéssel egalizált a Győr, és az utolsó 2 percben mutatott koncentráltabb játék, no és McCall és Bishop újra kellő extrái meghozták a 4 pontos szekszárdi győzelmet. Egy különleges kértem, és ez volt, hogy legyen nekünk dupla több gólpasszunk. Nekünk volt 21, nekik 10, aztán brutálisan jó csapatjáték játszottunk mai este, és azért gratulálom csapatomnak. Szoros lett, de nagyon örülök neki, hogy innét fel tudtunk állni újra, és meg tudtuk mutatni azt, hogy igenis most lehet, hogy volt lent, de újra fel tudunk állni, és tudunk felfele menni, és nagyon büszke vagyok a lányokra tényleg, hogy ezt így megoldottuk, mert amilyen küzdések voltak, például az Erika, amilyet vetődött ott a végén, a lepattanónál mindenki ment minden labdáért, azt mondom, hogy tényleg ez mutatja egy csapatnak az igazi erejét, úgyhogy én tényleg nagyon örülök, hogy így megyünk most a válogatott szünetre, hogy egy ilyen fontos győzelmet tudtunk aratni. A válogatott szereplése miatt most 2 hét szünet következik a magyar női kosárlabda élvonalában. Legközelebb november 29-én a szlovén Celje otthonában sorra kerülő Európa Kupa mérkőzésen lép pályára az Atomerőmű KSC Szekszárd.